Egy jó fotó érzéseket válthat ki, családokat hozhat össze, emlékeket kelthet életre. Azt gondolom, hogy amikor fényképező kerül egy ember kezébe, az az egyik legjobb dolog, ami történhet. Mert akkor egy különleges hatalom birtokába jut. Képes megörökíteni a pillanatot. A művész gondolataival nyitotta meg a fotókiállítást Mária Kálnok polgármestere, Tóásóné Gáspár Emma. Ez volt az első alkalom a 19 éves lány életében, hogy nyilvánosság előtt is bemutatta fotóit. A 24 fénykép témája többnyire szociális, ez árékához a legközelebb. Az emberi arcok, azok, ha nem is mosolyog valaki, de olyan érzéseket tudnak elmondani, hogy az szerintem izgalmasabb, mint hogyha valaki csak egy erdőt néz, vagy egy ködös tájat, vagy ilyesmi. Persze azok is szépek, nem azt mondom, csak így mégiscsak valódibb a dolog, hogy emberek vannak a képeken is. Vannak portréképek, láthatjuk egy táncos elkapott pillanatát, de akadnak természetfotók is. Réka már régóta szerelmese a fényképezés művészetének, kezdetben a Lajta Fotó Egyesület tagjaként örökített meg pillanatokat. Azért kezdtem el fényképezni, mert igazából ezen sokat gondolkodtam, amit mondjak, de rájöttem, hogy erre igazából nincs jó válasz. Egyszerűen így jön egy érzés, hogy az ember meg akarja örökíteni azt a szépet, és valahogy kicsit egy más nézőpontban, mint ahogy egy normális ember látja, és aztán így, illetve amikor megyek az utcán, és akkor meglátok valami szépet, akkor mindig tovább gondolom, hogy lehetne még szebb, vagy még egy kicsit másabb, mint a hétköznapokban, és akkor úgy csinálom meg utána a képet. A művész a tervek szerint az egyetem mellett sem teszi le a fényképezőgépet, szeretne továbbra is az egykori KLG fotókör tagja maradni, és igyekszik minden kiállításon részt venni. Bízik benne, hogy hamarosan újabb kiállítást tarthat, a sok közül pedig egy dolgot emelt ki azoknak, akik most kezdenek bele a fotós pályafutásukba. Azt gondolom, hogyha tudom, ez is ilyen elcsépelt szöveg, de hogyha valaki nagyon akar valamit, akkor azt eléri. Én sose gondoltam, hogy nekem valaha is önálló kiállításom lesz, hogy itt fogok tartani valaha. De sikerült, úgyhogy hát semmi sem lehetetlen, szóval gyakorolni kell, és attól függetlenül, hogy a csalódás éri őket, akkor ne adják fel, és továbbra is csinálják.